Itt vagyunk a Victoria Varga stúdióban, az 5. kerületben. Egy open stúdió napot tartanak éppen. Itt a kedves asszisztens hölgy, aki segít nekünk eligazodni. Nagyon kedves fogadtatásban van részünk. És most még a folyosón járunk, ahol egy kis ízelítőt kaphatunk. A Victoria Varga márka csodálatos kollekcióiból. Ugye a színek, amik nagyon erősen meghatározzák az ő stílusát. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg így van, mert nagyon egyedi színeket és izgalmas színeket láthatunk itt, amellett, hogy az anyagok is nagyon izgalmasak, és a printek, nyomatok egyediek, kézzel festett szoknyát is találunk itt. Úgyhogy a képek megtekintése után Alexa segít nekünk bemutatni az aktuálisan itt található ruhákat. Kezdjük a basic pólókkal. Különböző szalagos, feliratos pólók, hosszú, rövidújú, háromnegyedes ujjú. Ez éppen egy Budapest feliratos, ugye ez is egy kicsit meg van bolondítva. Tehát nem az utcai árusoknál megszokott Budapest pólót tudja hordani, aki szeretné magán viselni fővárosunkat, hanem egy izgalmas, szalagos kivitelezésben. Victoria kedvenc pomponjai, hogyha jól emlékszem, úgy mondta nekünk, hogy pomponok. Ebből is van egy basic darab. Az édesanyáknak külön kedveskedik egy szalagos anyai szívecske feliratú pólóval, amit vagy az édesanya, vagy akár egy kislány is föl tud venni, vagy akár kisfiú is, mert azt gondolom, hogy egy fehér basic pólónál nem feltétlen kell nemek szerint különbséget tenni. Nagyon kedves motívumok vannak. Tehát ezekből tényleg mindenki tud szín szerint is akár választani egy alapdarabot. És van egy fekete, ez már tényleg egy kézi festéses, basic darab, de mégis egyedi a kézi festésnek és a díszítésnek köszönhetően. A basic blúzok, méretek többnyire, ahogy láttam eddig 36-os, 38-as, itt találtunk egy 40-est is, tehát aki nem feltétlenül annyira modellalkat vagy karcsú, nagyon vékony. Ez egy gyönyörű, nagyon-nagyon izgalmas válmegoldás. Nem is vág allér, bocsánat. Tehát a nem feltétlen modellalkatok is nyugodtan jöhetnek. Mert hogy 40-es méretet is találtunk. És a színekben meg tényleg, gyakorlatilag a szivárvány minden színében pompáznak ezek a gyönyörű, kellemes, könnyed anyagok. Hát így, ahogy megérinthetjük őket itt a helyszínen, tényleg el lehet azt mondani, hogy mindegyik egytől egyig nagyon könnyed, nagyon finom, ezáltal a bőrnek egy kellemes viselet. Ugye 100% természetes anyagokból dolgoznak, ahogy megtudhattuk az élő közvetítésből, Victoria elmondta, hogy a hernyós ejemmel a legnehezebb dolgozni. Miért? Azért, mert a varrógép arról kicsúszkál. Ez egy 36-os méret, de nagyon izgalmas színvilág. Tehát tényleg itt annyiféle szín van, hogy biztos, hogy mindenki talál valamit, mert mindenkinek van kedvenc színe, és itt tényleg a szivárvány összes színében lehet találni felsőt, ruhát és egyéb izgalmas kiegészítőket is. Mint például egy akár fekete kabátkára felkerülő, olyan, mint egy kis mellény, de lényegében ilyen gallér és mellény közötti, be fogjuk mutatni színes kis rátét, amiben az egyszínű öltözetek, de akár egy ruha is még jobban feldobható. Rövidújú felső itt is megint egy nagyon izgalmas, ez egy ilyen
tenger zöldes kékes szín, kis fodoron a nyakánál, nagyon-nagyon könnyű anyag. Ez egy izgalmasabb nyári szín, fűzöldnek mondanám. De bátran hordhatóak ugye a színek, akár most már ősszel télen is, nem kell, hogy komorak legyünk. Itt benne van a V betű, nyakon, tevő rögtön fel lehet ismerni, hogy ez egy Victoria Varga plusz. És akkor átváltunk a színes ruhákra. Ugye ezek tényleg még nagyon nyáriasak. Leginkább koktélpartira, gardenpartira vagy nyári eseményekre tudom elképzelni. Ezeket a színes virágos darabokat, az egyszínűeket azonban egész nyugodtan föl lehet venni még ősszel és télen is. Egyrészt azért, hogy ne legyünk annyira egyformák, másrészt azért, hogy tényleg színeket vigyünk az életbe, ahogy Victoria is mondja. És akár a téli, őszi sötétben észrevehetőek legyünk az utcán. Ezekben a színekben biztosan nem vegyülünk annyira el a tömegben, még az utcán sem. Nagyon érdekes kombinációkkal is találkozunk itt, amikor össze vannak a színek egymással kombinálva. Persze harmonikusan, nem feltétlen a megszokott módon, de mindenképpen ízlésesen. És akkor, ami még nagyon fontos, hogy bizony esküvői ruhák is találhatók itt, és nem csak fehér, mert hogy most már ugye a mennyasszonyok nem feltétlen csak fehér esküvői ruhákat keresnek, hanem színeseket is, de természetesen megtalálható ez a ruha, amit Alexa mutat, éppen egy esküvőre, méretre készült valakinek. Nagyon gyönyörű, nagyon könnyű anyag. Ugye ez nyáron mindenféle kabát vagy kis felöltő nélkül, de akár egy őszi-téli esküvőre egy kabáttal is elképzelhető, és akkor mutassuk is be Alexa kedvenc kabátját, amit akár az esküvői ruhára is föl lehetne venni. Ez egy gyönyörű pink színű kabát, ami piros szalagokkal van díszítve. Megkérem Alexát, hogy bújjon bele, mert ez nagyon jól mutatott rajta. És tényleg, aki nem riad attól vissza, hogy akár színekben menjen el egy esküvőre, a hűvösebb időben egy ilyen kabátot akár egy fehér vagy egy fekete ruhára föl tud venni, és nagyon csinos öltöztet. Lehet, hogy kicsit furcsa lenne elsőre, hogyha arra gondolnánk, míg nem látjuk ezt a kabátot, hogy a piros és a pink van kombinálva, viszont ezekkel a szalagos megoldásokkal egyáltalán nem zavaró a két szín újszerű ötvözése, sőt, még inkább izgalmas. Gyönyörű szép, ahogy Alexa kiteríti. És ez egyedi, tehát ezekből egy-egy darab készül, biztos, hogy nem jön szembe az utcán. Külön megrendelésre is készítenek, nyilván a saját stílusokhoz igazodóan, de hogyha valakinek anyagban, vagy színben, vagy esetleg kombinációban van valami elképzelése, akkor azt szívesen elkészítik méretre. Nagyon érdekes megoldás. Ezt is föl lehet venni akár blúz nélkül is, mert itt alá teszem a kezem, és látszik, hogy nem látszik, tehát nem átlátszó. Úgyhogy nem feltétlenül kell alávenni semmit. Kicsit vastagabb anyag, úgyhogy a nyári melegben azért lehet, hogy túl meleg lenne, de nyár végére jó. És itt vannak azok a kis
mellénykék vagy váldíszek, amiket Victoria kabátra vagy ruhákra ajánl, akár egy színű ruhákra szintén. Hát ez gyakorlatilag feldobja az egyszínű darabokat, legyen az kabát vagy ruha. És itt közben mutatok még egy érdekes, ez egy felső. A szivárvány minden színében, ugye itt látjuk a hátulját, hogy kint van belőle a hát, tehát elől izgalmas színes, hátul pedig szexi. És itt van az előző kabátnak egy másik változata, ami a kicsit szerényebbeknek talán nem sok, mert hogy teljesen egyszínű kék maga a kabát is, és ugyanabból a színű kékből vannak a szalagok, és rajta viszont mégis egy kicsit díszes, tehát ettől egy kicsit mégis egyedibb, de mégsem annyira hivalkodó. És Victoria kedvenc ruhája a pomponos kék ruha. Minden egyes pompon kézzel meghatározott helyre van föltéve, fölvarva. Egy hétig készül egy ilyen ruha. És egyetlen darab van belőle. Mögötte rögtön a szoknya, ami kézzel van festve. Ebből is ez az egy darab van. A nyomott motívumok, nyomott minták is egyébként saját terveik alapján olasz anyagokra készülnek nekik Olaszországban. Bocsánat, ez annyira hozzám akart jönni ez a kézzel festett szoknya, hogy le is esett innen, de vissza is helyeztem óvatosan. És közben Alexa mutat egy másik gyönyörű darabot, ez hasonlít egy kicsit a fehér esküvői ruhához, de mégsem az. Egy nagyon érdekes, ilyen ezüstös kék színű, és hosszanti fodrokkal, illetve kereszt fodrokkal egyaránt díszítve van. És elérkeztünk ahhoz a kabátkához, ami az én nagy kedvencem, egy fehér kabát, amiben biztos, hogy bele fogok bújni, mert hogy ez a fazon az én egyik kedvencem, egy ilyen tengerész kabát fazon, teljesen fehér, egyszerű, túl sok díszítés nincs rajta, itt a lényeg a fazonban rejlik. Tehát van hozzá egy szoknya is, úgyhogy a kettő együtt, hogyha fölemeljük a kabátot a szoknya fölé, akkor akár kosztümként is elképzelhető, de mivel ez egy vastagabb anyag, de mégis könnyed, kicsit egyébként ilyen szivacsos anyagnak tűnik, ezért biztos, hogy ez is nagyon kellemes viselet, alig várom, hogy felpróbáljam. Úgyhogy most bele is bújok, és készítünk még pár fényképet.